Köszönöm a szót, elnök úr. Most azt matematikailag nehezen tudom értelmezni, hogy az európai választás eredménye az miért jelenti azt, hogy a kormánypártok itt a házban elvesztették a kétharmadot, úgyhogy erre nem is szeretnék reagálni. Most azt mi is látjuk, hogy az ellenzéki pártok ráfordultak az önkormányzati választásra. Ez sajnos ez alkalommal sem azt jelenti, hogy megalapozott a valóságból kiinduló javaslatokat tennének, hanem valami egészen mást. Mert most is megkezdődött a szokásos baloldali casting, és ez azt jelenti, hogy az ellenzéki pártok egymást vagdalják, egymást fúrják a koncert, és mindezt egy verbális szépészeti beavatkozással előválasztásnak hívják. És ebben a nagy baloldali marakodásban megint azt látjuk, hogy ahány nap annyi árulás a saját soraik között, annyi tördöfés egymás hátába. Nézzük mondjuk a budapesti marakodós színpadot. Először azt állították, hogy a Momentum új jelöltje miatt állított a DK is jelöltet, aztán máshol Gyurcsány Ferenc már azt mondta, hogy már hetek óta új jelöltben gondolkodtak. Máshol is kilóg az öszödi lóláb. Ön volt az, aki azt állította pár napja, hogy az elnökség győzte meg a vonakodó Gyurcsány Ferencet arról, hogy vonják meg Karácsony Gergely támogatását, de Vágó István már arról beszélt, hogy Gyurcsány győzte meg az elnökséget. Talán kérjenek telefonos segítséget az elnöküktől, aki majd elmondja, hogy aktuálisan mi is az érvényes hazugság. Azt látjuk egyébként, hogy amikor kiderül egy aktuális hazugságok, akkor hazudnak róla egy másikat. A prímszámok nagy szakértője, így most már a hazugság hatványokból is írhatna egy szakdolgozatot. Zárójeles megjegyzésként azért hozzátenném, hogy mintha tényleg Karácsony Gergely lenne az utolsó ember ebben az országban, akinek nem tűnt fel, hogy Gyurcsány Ferenc szavainak igazságmutatója gyakran mutat nulla értéket. Ez minden esetre komoly alkalmassági kérdéseket vet fel. Ezt most is feltehetjük kérdésként, hogy jó, de miért foglalkozunk mi ezzel? Miért foglalkozunk mi ezzel a baloldali marakodással? Hát azért, mert amit most egymással tesznek önök, azt tennék az országgal is, azt tennék az önkormányzatokkal is, azt tennék Budapesttel is. Ugyanúgy átvernék a magyarokat, mint ahogy egyébként már megtették olyan sokszor. Egyetlen példát hadd hozzak föl. Az MSZP és az SZDSZ pár évvel ezelőtt ugyanígy marakodott a 4-es metró ügyében, na nem azon marakodtak, hogy kivégezze jobban a munkát, hanem azon, hogy hogyan talicskázhatnának ki több pénzt. És ennek az ára az lett, hogy eltűnt a metró pénzek harmada. Ön valószínűleg sokat tud erről, tehát hogyha szeretné Budapestet támogatni, hogyha szeretne segíteni a Budapesten élőkön, akkor hozzák nyilvánosságra az eddig elhallgatott információkat. Más területeken is nagy volt az ára egyébként a baloldali kormányzásnak. Amikor a baloldalra volt bízva az önkormányzatok ügye, az nem jelentett más, mint eladósodást, romló közbiztonságot, kivéreztetett egészségügyet és gyengülő közszolgáltatásokat. Nem szeretnénk, hogyha ez az időszak még egyszer visszajönne. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, nagyon jellemző volt a múlt héten az egyik hetilap címlapja, az virított rajta, hogy új szereplők kellenek. És ki volt a címlapon szereplő új arc? Gyurcsány Ferenc. Szóval a baloldal 13 évvel a szemkilövetések, az öszödi beszéd és sok-sok évvel a súlyos megszorítások után Gyurcsány Ferencet ajánlja a magyarok figyelmébe, és ez akkor is így van, hogyha Gyurcsány Ferenc néha családtagok, néha pedig volt újságíró képében jelentkezik. Van még itt valami, tisztelt képviselő úr, amire szeretnék reagálni. Gyurcsány Ferenc felesége láthatólag szépen berendezkedett Brüsszelben, rögtön aknamunkával kezdett, és jó baloldali hagyományok szerint azzal kezdte a tevékenységét, hogy bejelentette, hogy megfúrja, ha a magyar kormánypártok fontos tisztségeket kapnak, tehát magyar politikusok fontos tisztségeket kapnak Brüsszelben. Azt gondolom, hogy botrányos, tisztelt képviselő úr. A kampányban pontosan erről beszéltünk, hogy mi olyanokat szeretnénk küldeni Brüsszelbe, akik Magyarországot képviselik ott, ezzel szemben önök a bürokráciát képviselik és Magyarország ellen beszélnek. Ez tarthatatlan. Azt látjuk, hogy a választás semmilyen változást nem hozott ebben a tekintetben, önök még rátesznek egy lapáttal. Ez a helyzet. Lelkük rajta, de jó, ha tudják, hogy ebben az országban a magyar ellenes politikának sohasem volt többsége, és azt gondolom, hogy nem is lesz. Köszönöm, hogy meghallgattak.